Horváth Noé vagyok, 29 éves, transznemű férfi. 2017. március 8-án beadtam egy hivatalos név- és nemváltoztatási kérelmet, mert úgy döntöttem, hogy végre szeretnék az identitásomnak megfelelően férfiként élni. Ez idő alatt az állam felfüggesztette a kérelmek elbírálását, fogalmam sem volt róla, hogy vala lehetek-e Noé, vagy Noémiként kell élnem az életem. 2018 elején jóvá hagyták a kérelmem, 11 hónapot kellett rá várnom. Ez idő alatt rengetegszer éreztem magam megbántva, megalázva, kiszolgáltatva az állam részéről. Én ma már túl vagyok ezen, de sajnos rengeteg sorstársam van, aki most újra ugyanebben a szörnyű helyzetben van. Nekem annó a Trans Vanilla Transznemű Egyesület rengeteget segített, ha ők nincsenek, talán még most is a kérelmemre várnék. Kérlek titeket, támogassátok a kampányt, hogy a Trans Vanilla lelkileg és jogilag is segítséget tudjon nyújtani transznemű embertársainknak. Rajtad is múlik, hogy ők végre boldogan és megérdemelten a saját nemüknek megfelelően élhessenek. Köszönjük!